távolság ellenére a Szechuan név nagyon jól ismert a magyar emberek előtt. Amiről a közel Franciaország méretű és Németországnál népesebb kínai szecsuáni tartomány a leghíresebb nálunk, az természetesen a konyhája. 这个面积类似法国的，以及人口超过德国的四川省，在我国最著名的就是来自四川的美食。 Hazánkban is megtalálhatjuk ennek a konyhának a művelői képviselőit. 在我国也有世界著名的川菜美食的代表人。 Tudjuk nagyon jól, hogy a legjellemzőbb a csípős íz. 我们非常清楚，川菜的主要味道就是辣。 Ha egy kínai étteremben akár egy ismeretlen kínai ételt rendelünk, és olyan fogást eszünk, amely a fejünk gúbját is csípi, akkor az jó eséllyel a Szechuan régióból lehet. 如果我们在一个不熟悉的中国饭店中品尝到连额头都大的出汗的美食，那很有可能就是川菜。 Ismerjük a kungbao csirkét, vagy ahogy mi mondjuk gongbao csirkét, a csípős csirkét, a kétszer sült sertést és a finom szecsuáni borokat is. Tudjuk azt, hogy a tartománynak nagyon híres a mezőgazdasága, és közel 2000 éves múltra tekint vissza a mezőgazdasághoz kapcsolódó vízügyi, vízgazdálkodási létesítmények rendszere is. A mezőgazdaságon belül is kiemelkedő jelentőségű a rizs és a búza, az állattenyésztésben pedig a sertésnevelés. 我们还很清楚，四川的农业很著名，以及拥有2000多年有关农业水利、水务管理的系统。在农业中最主要的是小麦和水稻，在畜牧业中则是养猪业为首。 Mindemellett az ipari termelés, a bányászat is komoly súlyt képvisel a tartomány életében, így például itt található Kína legjelentősebb ritka fém bányái is. Ezért nem véletlenül nevezik a tartomány Kína bőségszarvujának. 当然，在此同时，工业生产、工业生产、矿业在四川省的经济范围内也是很重要的。例如，在此拥有中国最重要的稀有金属开采矿，因此被称为中国的天府之地。rendszeresen olvasunk és hallunk a médiában a Kína egyik jelképévé vált és a régióban élő bandákról is. 而且我们还经常看到媒体报道有关本地区的熊猫的事物。Sok a hasonlóság a kínai, a szecsuáni és a magyar emberek között. 匈牙利人和四川人很相似。Mindkét nép nyitott, barátságos, szereti a jó ételeket, a finom borokat és a csodálatos szépségű nőket. 两个民族都很开放、友好，喜爱美食、美酒，以及非常欣赏漂亮的姑娘们。 Aki már járt Szechuanban, saját szemével tapasztalhatta, hogy Szechuanban is nagyon gyönyörű nők élnek. 如果我有幸已经去过四川，那您肯定会记住四川，在四川的生活的姑娘们都是非常漂亮的。 Szechuán és Magyarország közötti kapcsolat felvétel sem új keletű. Szechuán és Xuanli 之间的关系也不是刚刚开始的. 1993-ban a tartomány partneri szerződést írt alá Torna megyébe. Szechuán és Duanlai 州在1993年签署了友好省州的协议. Aki figyelemmel kíséri a kínai eseményeket, az természetesen értesült és sajnálattal értesültünk a sok áldozatot követelő 2008-as és a tavalyi földrengésről. Mindkét földrengés után Magyarország szecsuáni gyerekeket hívott meg Magyarországra gyógykezelésre, illetve
azzal a céllal, hogy enyhítsük a földrengés által okozott tragédiát. 而且我们很遗憾地得知 2008年和2013年的大地震的伤亡庞大。 在两次地震之后，匈牙利都邀请了四川的孩子们来此治疗， 为了减轻他们因地震而导致的心灵创伤。 A magyar kormány 2010-ben meghirdette a keleti nyitás gazdaságpolitikáját, amelynek egyik legfontosabb pillére a kínai gazdasági kapcsolatok dinamikus növelése. Ez szerencsésen találkozott a kínai kormány által megkezdett új sejemú gazdaságpolitikai irányvonallal. 匈牙利政府在2010年宣布了向东开放的经济政策， 其中最主要的支柱就是与中国经济关系之间的活跃发展。 这很幸运地与中国政府启动的新丝绸之路的经济政策指向相符。 Engedjenek meg néhány számot, anélkül, hogy untatnám önöket a Kína és Magyarország közötti kereskedelmi forgalomról. 请允许我在此向您介绍几项中兴经济数字。 2013-ban a két ország közötti külkereskedelmi forgalom meghaladta a 8 milliárd dollárt. 2013年双边外贸额超过了80亿美元。 Örömteli dolog az, hogy az elmúlt 10 évben a magyar export, a Kínában irányuló magyar export körülbelül 6-szorosára emelkedett. 而且我们非常高兴，在过去的十年里面，从匈牙利向中国的出口额翻了六倍。 Én úgy gondolom, hogy ez a szám, ez azt mutatja, hogy ugyan folyamatosan fejlődik a két ország külkereskedelme, de még nagyon-nagyon sok olyan lehetőség van, amit ki lehet használni, és ma azért vagyunk itt, hogy ezért tegyünk valamit. 我想通过这个数字非常明显的可以向我们呈现，双边的经济发展合作在不断的发展发达。可是，在这样的框架内，也有很多的领域在等待着我们去发掘以及开发。因此，像今天这样的推荐会，对我们来说都是非常有效的。 Orbán Viktor magyar miniszterelnök februári hivatalos kínai látogatása kapcsán rendezett gazdasági fórumon 19 üzleti megállapodás vagy szándéknyilatkozat született, amelyek eredményeként tovább bővülhet a Kínába irányuló magyar export. 奥尔班总理二月份的中国官方访问时所举办的经贸论坛上诞生的19项商务协议和意向书，因此而继续扩大匈牙利向中国的出口。 A szorosan vett gazdasági kapcsolatok bővülésén túl megállapodás született ezen a látogatáson, hogy Kína regionális turisztikai központot létesít Magyarországon. 除了经贸合作以外，在二月的访问中达成了在匈牙利设立中国区域旅游中心的共识。 E látogatásnak köszönhetően remélhetőleg jelentősen növekedni fog a Kínába való élelmiszer kiszállítás, miután Magyarország és Kína egy hosszú tárgyalás sorozat után aláírta az egyezményt, és Magyarország megkapta az engedélyt, hogy fagyasztott, sertés, liba és kacsahúst szállítson a Kínai Népköztársaságba. 因这次访问将大幅度增长向中国出口的食品，匈牙利在一个漫长的商讨过程中获得了可以向中国出口冷冻猪肉、鹅肉和。